év végéhez a Lábbi-Lövösi munkabefejezésre továbbá az adventi időszak közelettéhez kötődnek. Bárta napja karácsonyi lányának bővelési utolsó ünnepnek, ezért ezen a napon rendszeresen voltak a lakomák, bálok, vásárok, ilyenkor nagy evéshívást rendeztek, hogy a következő esztendőben is bőven legyen itt fogyasztani. Bárta napi úrvacsora után Márta borrával, vagyis a novemberre éppen kifort új borral szokás kocintani. Úgy tartották, minél több hívással, egyre több erőt és egészséget töltenek magukba. Márton napi legendák szerint, aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik. Aki Márton napján új bort nem iszik, egész éven szomjas. Szerencsém van ma, hogy emlékszem arra, hogy tavaly mit mondtam.
közösségről mondtam pár gondolatot, hogy a bor az valamilyen szinten egy közösség begyűjt össze bennünket. Egy kicsit van tovább mennék ebben a gondolatomban, és kapcsolnám Szent Mártonhoz. Az, hogy közösségben vagyunk, az egy óriási lehetőség, hogy megosszunk dolgokat. Ez az, amiben Szent Márton óriási alap volt számunkra, ahogy polgármester úr is említette, megosztotta a köpenyét, egészen pontosan a köpenyét, a felét. Mondhatnánk azt, hogy hát milyen sóher, mert hát egészen csak a felét, azonban ehhez tudnunk kell azt, hogy a római katonaságban, ott ahol szolgált, a fele köpenyt a császárság fizette, a másik felét a használója. Ő azt a felét adta oda, ami az övé volt. Tehát azt is mondhatjuk, hogy ilyen módon teljesen odaadta, amilyen volt. Valahol azok a közösségek, amelyek összegyűlnek akár egy bor kapcsán, akár nemrég az Oktoberfest kapcsán, a sült kapcsán, mindig lehetőség arra, hogy megosszunk magunkból valamit. Hadd említsem meg a nagyapámat, aki szerette a bort, volt egy kis hegyi pincén pacsán, nem az itteni pacsán, hanem az igazi pacsán, ott Keszthely felé. Nem szerettem a papával menni a hegyre, mert hazafelé jövett minden pincéhez be kellett menni. És azt hiszem, hogy ismerős, ez a pacsa hegyen is nagyon biztos. És ő mondta azt, hogy aki elmegy úgy egy másik gazda pincéje előtt, hogy nem köszön be, vagy nem tér be, az egyik aljasságra is képes. És az, hogyha beléptünk a másiknak a pincébe, megkóstolni a borát, esetleg egy jó ízű beszélgetni, csak pár szót, már megosztottam valamit, és befogadtam valamit. Én erre szeretném bátorítani a jelenlévőket, hogy merjünk adni magunkból a másiknak, és merjünk a másikat befogadni, akár egy jó pohár bor társaságában, akár egy ilyen vacsora mulatás alkalmával, mint a mai. Most megáldom az új bort. Gratulálok a gazdáknak, mert a színe megnyerő. És hát kívánok hozzá jó étvágyat. Lehetőbb nem maradni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében az Úr legyen veletek. Könyörögjünk mindenható Urunk Istenünk, áld meg ezt a bort, hogy üdvösséges oltalmul szolgáljon mindazoknak, akik isznak belőle. Add, hogy akik ezt megízlelik, azok szent nevek segítségül hívására és Szent Márton üstök közbenjárására erőt és üdvösséget nyerjenek Krisztus, ami Urunk által. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod. Thank you.
összehozza különböző korú érdeklődési életstílusú embereket. Akár a bor készítéséről, akár fogyasztásáról van szó, az elhivatott borász nem csak a maga ízlésének akar megfelelni, hanem úgy készíti a bort, hogy másoknak is örömet, élményt szerezzen vele. A közös borozás életre szóló barátságokat, üzleti kapcsolókat hoz létre, ugyanakkor kultúrát és közvetítést hozzájárul a hagyományok megőrzéséhez. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, hogy meghallgattam, és ezennel jó étvágyat kívánok a vacsorához, és az ás további részében jó szórakozás mindenkinek. Köszönöm szépen! Thank you.
Hogy az ütepények mögött, hogy itt az én lehetően, ne az elkapítom. Ne vagyok kamerázó, az igen, hát nem a technika, barátság. Ott van egy kamerázó. Yeah.
Thank you.
Jó, bocsánat, akkor adjuk! Gyorsan!